Bátran el lehet mondani, hogy a te boraid nélkül nincsen Syngenta borverseny, és szinte minden esetben nyersz valamit. Most az idén milyen bort hoztál? Többféle bort hoztunk, ötféle borral neveztünk, és a kékfrankos rozén nyert nagy aranyérmet. Többiről még egyelőre nincs tudomásom, hogy milyen helyezést ért el. Fantasztikus borokat készítesz. Ugye 2 évvel ezelőtt ezt jutalmazták az év borásza címmel. Mi a titkod? Hát a titkom, talán én is elmondhatom azt, amit Szőlősi Mihály, hogy a pince kulcsa a metszőolló, tehát én azt vallom, hogy a jó szőlőből lehet jó bort készíteni, és ebbe szerencsére a családom mindenbe segít, mivel szakmailag így állunk össze. Férjem szőlész, fiam növényorvos szőlész, a lányom pedig segít az eladásban. Ez a 2 évvel ezelőtti díj, amit kaptál, mint évborásza, mint női borász is, ez mit jelentett a vállalkozásotok életében, és mit jelentett neked, mint borásznak? Hát először mondanám, hogy mint borásznak, szakmailag tényleg ez a legnagyobb elismerés volt, és talán az, hogy elsőként nyerhettem el nőlétemre. A vállalkozásunknak pedig mindenképp azt kell elmondani, hogy ez nagyon sokat jelentett, tehát eddig sem voltak értékesítési gondjaink, de ezután azért ez megsokszorozódott, hogy még több bort tudtunk eladni, többen nyitottak felé, tehát nem nekünk kellett esetleg keresni a kereskedelemben a borainkkal, nem nekünk kellett kilincselnünk, hanem esetleg ők jöttek hozzánk, és ez egy nagyon jó érzés volt, és hát szeretnénk a minőséggel ezt továbbra is megtartani. Mi az, amire kötelez téged ez? Arra kötelez, hogy ennél csak még jobb borokat készítsünk. Nagyon-nagyon vigyázni kell egy ilyen díj elérésénél, mert mindig vannak jó akarók, rossz akarók, hogy ezzel a minőséggel csak továbbra is tudjuk fokozni ezeket a borainkat, tehát minél jobb minőségre törekedjünk, és minél jobban megőrizzük a borainkban a jó szőlőnek az amatát. Most ugye díjat vettél át ismételten, de hogyha a többi borokat nézzük, amiket mondjuk nem hoztál el, akkor milyenek voltak az elmúlt évi boraid? Hát a 15-ös évjáratban pont nemrég volt egy ilyen pincekóstolónk, ahol az összes bort úgy összekóstoltuk, úgy családon belül, illetve a kollégákkal, és tényleg most nagyon örülünk neki, mert úgy érezzük, hogy talán mindegyik bor valamiért kedves nekünk, és úgy érezzük, hogy talán most ez a 15-ös évjárat olyan volt, hogy mindegyikben volt valami különleges, úgyhogy nagyon sok szép borunk van a rozék mellett, még fehér borokba is, és esetleg a vörösökbe is előfordulhat. Itt ugye nem csak díjakat osztottak ezen az esten, hanem szakmai előadások is voltak, és szó volt arról, hogy milyen növényvédelmi év várható az idén. Mit jelent nektek egy ilyen előadás egy aktív borásznak, szőlésznek? Mindenképp jó egy kicsit felfrissíteni, amiket tanultunk, de szerencsére, hogy nekem ezzel most már nem kell foglalkoznom, mert a fiam és a férjem ezzel foglalkozik, úgyhogy a sok más egyéb elfoglaltság mellett már erre nem nagyon jutna időnk, de engem egyébként nagyon érdekel, tehát mindig is részt vettem annak idején is, mikor Csabával mindig mentem ilyen előadásokra, és mindig szívesen meghallgattam.